Lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez.
Elől nyurga barna arcú fiatalember halad, szigorú, elszánt tekintettel Petőfi. Mentek, hogy maguk mellé vegyék az egyetemistákat, talpra állítsák a pesti nép ezreit, kiverekedjék a magyar szabadságot, vagy meghalljanak érték. Petőfi Sándor kemény szél fúj. Kemény szél fúj, lángok a boszikra, vigyázzatok a házaitokra. Hát ha mire a nap lehanyatni, szűzben állok már netőtől talpig. Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik el csak a vitézség benned. Most a fajin halálával elhalt, így kemény oldaladra akar. Kell,
Már 15 000-ek voltak. Hogy ne írtak volna alá a városi tanács? A vagyonos polgárok óvatos testülete a 12 pont. Hogy ne csatlakozott volna minden követeléshez? Petőfi a városház ablakából tekintett le a tömegre, miközben a polgármester aláírta a 12 pontot, és felmutatta a sokaságot. Üdvi vallás közepette az a hír kapott szájra, hogy katonaságot, de egyetlen ilyen tartott sem lehetett látni. Inkább többfelől hangzott az a kiáltás. Fegyvert, fegyvert, udára, udára a lejtartó tanácshoz.
Mindenki sok szeretettel köszönte március 15-e alkalmából, és boldogság szerintem minden felnőttnek ennyi gyerek közt, aki kokárdával a mellükön itt ünnepeljük együtt ezt a csodálatos napot. És azt kell mondani, hogy a kokárda ugye 48. március 15-én került ki az akkori ifjak kabátjára, és elkezdődött ezzel a 48-49-es forradalom, és utána a szabadságharc is. Szerintem, akik nagyobb iskolások lesznek, nagyon sokat fogtok erről az időszakról tanulni, és azt kell mondani, hogy figyeljetek is oda, és jegyezzétek meg nek a közel másfél évnek szinte az összes történését, mert egy gyönyörű időszak volt Magyarországon ez az idő, és olyan fiatalok kezdték el ezt a forradalmat 48 tavaszán a Pirbat kávéházba, hogy az ünnepségen is már hallottuk, hogy vágytak a szabadságra, és vágytak arra, az, hogy végre Magyarország független legyen az osztrákoktól. Tehát ez akkor a esős napon elkezdődött forradalom, átcsapott utána egy szabadságharcát, hiszen a követeléseiket, amiket ma már hallottunk tőletek 12 pont formájában, ugye nem kapták meg, és így kénytelenek voltak azért, hogy a céljaikat elérjék, egy szabadságharc árán is megpróbálták azt, hogy sikerre vigyék azt a 12 pontot. Sajnos ugye a történelem ismételten igazolta azt, hogy magyaroknak a lelkülete megvolt ebbe a másfél évbe, de hát kis nemzetként az összefogott erősebb államokkal szemben október 6-ai végzéssel vége lett, és leverték a forradalmat. Ugye október 6-as majd tanulni fogjátok, az az aradi vértanúk napja. Azt tekinthetjük végülis lezárásának ennek a 48-as szabadságharcnak. Ugye a tábornokokat és a hadsereg vezetőit sajnos kivégezték. De most nem is a végéről szól ez a mai nap, hiszen március 15-e azóta is a tavasznak az ünnepe, és talán az egyik legszebb ünnepünk is a mostani nemzeti ünnepeink közül, hiszen egy dicsőséges napnak lett a megemlékezése azóta is, 48. március 15. Ez mindenkinek szerintem álmából felkelve is ez előbb-utóbb eszébe jut. És amit hallottunk, ezt a Talpra Magyar Petőfi Sándor versét, én is emlékszem, tehát ez annyira kötelező volt szinte, hogy kívülről fújta szerintem minden gyerek akkor is, és örömmel tekintünk, vagy hallom azt, hogy kívülről fújják a mostani gyerekek is. Szóval ez egy olyan nemzeti szimbólummá vált a Talpra Magyar, nem csak az egész vers, hanem minden sora szinte egy jelképé vált, főleg azóta nagyon sokszor is használjuk ugye ezt a mondatot is, hogy Talpra Magyar, így a haza. És azt kell mondani, hogy nem csak 48-ban hallottuk, ugye, hanem akkor további forradalmaknál is ez a mondat előjött, hiszen Petőfi ebbe a versébe olyan örök dolgokat is kimondott, ami utána a mai napig érvényes ugye bármilyen forradalomhoz, vagy bármilyen a magyarok által ünnepséghez is. Sokszor használják ezt akár az újságokban, vagy akár bármilyen rendezvénynél is. Tehát Petőfi Sándorék ugye a Pirvasz kávéházból indulva, és utána ugye a 15-i nap eseményei úgy folytatottak, most egy kis bevezető inkább a történelem órába, mint tanár bácsiként, de nem szeretnék belekotnyeleskedni más szakmájába, tehát utána kiszabadították Táncsicsot ugye aznap, elszavalta Petőfi a Nemzeti Dalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, és a fiatalság, a márciusi ifjaknak a 12 pontja utána szájról szájra terjedt, és az egész országban egy forradalmi hangulat lett,
Itt utána persze az osztrák császár mindent elkövettek azért, hogy ezt a forradalmat leverjék. Ugye a történelemben, ahogy majd tanuljátok, ugye jöttek a jelasicsék, sikeresen győztek el a magyar emberek, ott már nem csak a mácius ifjakról beszélünk, az egész vidék, Kossuth Lajos, Petőfi, ezek olyan nevekké váltak, ami azóta is ugye Magyarországon szinte a legnagyobb és legbüszkébbek vagyunk ezekre az emberekre, és ahogy szoktam mondani, abban a pillanatban ők se gondolták, hogy meg tudják tenni, de merték, és a hozzáállásukkal egy lehetetlen helyzetbe megpróbálták azt, hogy az akaratukat és a szándékaikat ugye elérjék. De hát sajnos a másfél évnek a kétharmadáig szerencsére a magyar csapatok a szabadságharc idején ők voltak győztesként kiélve, de utána ugye a túlerős akkor legyőzte őket, és 49. október 6-ával véget is ért a szabadságharc. Utána, amit sokan vagy majd tanulni fogtok, vagy tudtok majd róla, tehát bujdosás és a kiegyezésig szinte ezt a forradalmi hangulatot azért az emberek a szívükbe őrizték, otthon a kis házaikba tűz mellett esténként beszéltek róla, és vágyták azokat a szavakat, amiket ugye Petőfi kimondott, talpra magyar, hia haza. Várták, hogy végre egyszer újra itt történjen, és elég hosszú időnek kellett eltenni ugye az, hogy Magyarország független legyen a Habsburg Birodalomtól. Ezért fontos az, hogy majd, ha tanuljátok, és a mai napot is arra szálljátok, hogy ez a kokárda, ez nem csak egy ünnepi jelkép, hanem szinte azt jellemzi, azt a magyarságot, amiért itt vagyunk, ők kezdték el, és reméljük, hogy azóta is jelen pillanatban is folytatódik ez a hangulat, mert meg kell tenni, bármilyen kicsik vagyunk, nagyok vagyunk, a mi életünkben és minden pillanatban, ugye a hazaszeretet azóta is szinte jelszóként él az emberek tudatába. Talán manapság egy kevesebbet beszélni, mint kellene róla, de fontos dolgot mondtak ki ezek a márciusi ifja. Én ennyit szerettem volna az ünnepség keretében mondani, és annak azt is köszönöm, hogy aki felnőttek, eljöttek a ünnepségre, igazat megvalva ezt a márciust a szeretném mindig a gyerekek körébe ünnepelni, hiszen ők is ezt az ünnepet tartják szinte az iskolába, az óvodába, az elsődlegesnek, ezt megünneplik, és egy tavaszias időben ide kijönni a kopjafához, és visszagondolni a 48-as hősökre, ez mindig egy szép dolog. És azt szeretném mondani, hogy köszönöm a jelenlétet, és mi is egy pár virággal megemlékezve a mai napról, és látom, hogy a gyerekek is kézzel készült kis emlékekkel fognak a mai napra emlékezni. Akkor mindenkinek köszönöm szépen, és további szép napot, mert tudom, hogy nektek még folytatódik a mai nap.